Hintók, lovaskocsik, csíkosok gyülekeztek az első helyen, ahol már tánca is perdültek a színes viseletbe öltözött lányok, legények, asszonyok és férfiak. Öt megállót terveztünk ezzel a helyszínnel együtt. Ez szerintem elég ismert időbe is, ugye mindenhol táncolnak egy 4-5 számot, és mire a végére érünk, addigra 4-5 óra világosan mindenki hazaér, utána visszajönnek, beszélgetünk, vacsora, és egy kis mulatság mellett áttárgyaljuk az egész éves, meg a visszamenő éveket, mert ugye 2 év kimaradt, és így próbálunk egy kicsit össze kovácsolódni újra a lovas berkekbe. A néptáncosok mellett sok olyan ember is van, aki ezen az egy napon húzza fel nagyszülei egykori ruhadarabjait. Több településről érkeztek kocsikkal, hintókkal, hogy végigvigyék őket a falon. A Duna mellékről szinte mindenhonnan, Dunapataj, Fogtő, akkor Bócsáról, Kecerről, Kiskörösről, a dunapataiak, miskeiek, drágszéliek, úgyhogy szinte a környező falvakból mindenhonnan itt vannak a lovas ismerőseink. Vörös Laura és Markella Balázs volt a bíróné és a bíró. A régi hagyományok szerint is úgy volt, hogy akik következő jegyes pár, akik házasulás előtt állnak, azok szokták a pálmát vinni, úgyhogy most ez véget próbáltuk a Markella Balázs meg a Laurát, ugye, hogy ők jegyes pár, és akkor próbáltuk, hogy hát, ha bevállalják, akkor őket szerettük volna, és bevállalták. A legfiatalabb fogatos egy 6 éves kisfiú volt, a legidősebb pedig jóval 70 fölötti.